igazából egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, tényleg férfiasan játszottunk. Összesen 3 kiállítás volt a mérkőzésen, szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt, és nagyon jó ment a játék, mint védekezésben, mint támadásban, de kimondottan védekezésben szépen a csapatban. We had a lot of time. We came back from national team on Monday, start on Tuesday. We really prepared this game really smartly. Of course, some guys came. Volt időnk felkészülni a mai meccsre. Hétfőn érkeztünk vissza a válogatottakból, kedden kezdtük az edzéseket, nagyon okosan készültünk. Persze néhány játékosunk fáradtan jött vissza a válogatottból, ennek ellenére keményen dolgoztunk. Egész héten fantasztikus munkát végeztünk. Jó volt a hangulat, de közben intenzíven edzettünk. Az elmúlt szezonban 8-szor játszottunk a Szeged ellen, úgyhogy nagyon jól ismerjük őket. A mai teljesítményünk közel volt a tökéleteshez. 30 gólt szerezni Szegeden nagy dolog, úgyhogy elégedettek vagyunk. De jövő héten Celjében ismét nagy meccs vár ránk, ami nagyon fontos lesz, hiszen az a célunk, hogy megnyerjük a csoportunkat a Bajnokok Ligájában. Big game against Celje away. It will be an important game for us also. Confirm in the Champions League that we still want to be the first team of the group. Az utolsó 10 percben mi történt? Mondhatjuk, ott dölt el a javatokra a meccs, addig nagyon szoros volt, sőt volt, hogy a Szeged vezetett. Nyilván igen, ott kihagytunk nagyon sok zicsert az előtt, és ott a Szeged át tudta menni a vezetést. És ott az utolsó money time-ban úgy gondolom, hogy minden energiánkat bele tudtunk rakni, és tudtuk azt, hogy ez az a pillanat, amikor meg tudjuk fogni ezt a mérkőzést, és meg tudjuk nyerni. And we know that every goals count in this league. Tudjuk, hogy ebben a bajnokságban minden egyes gól számít, úgyhogy nagyon fontos, hogy 5 góllal tudtunk nyerni. Ezért is játszottunk így a meccs végén, és kért időt az edzőnk az utolsó percben. Pontosan tudjuk, hogy egyetlen gól is nagyon sokat érhet majd a végelszámolásnál, ezért mindenképp beszerettünk volna találni. Sikerült, úgyhogy elégedettek vagyunk, hiszen a Szeged otthonában nyertünk 5 gólos különbséggel. And with 5 goals difference. De már a mérkőzés előtt is mondtad, hogy szerinted ez a Szeged nem rosszabb, mint a tavaly, úgyhogy számítottál rá, hogy ez itt 50 percig egy pariban lesz? Persze, abszolút számítottam rá, hiszen tényleg szinte ugyanaz a csapat, nyilván az edző változott, de megtartották ugyanazokat a játékelemeket, sőt, tudtak bele új dolgokat vinni, gyors tervallás gólokkal, tudták 20-ban növelni a góljaik számát tavalyhoz képest, szóval jó csapatról beszélünk, és tényleg ezért is mondtam ezt. Az új légiósoknak kellett arról mesélni, hogy mégis mit jelent egy ilyen Szeged-Veszprém, meg mi vár rájuk? Nyilván mondtuk neki, de azért már sok játékos tudja, hogy mekkora hallott már Európában, mekkora presztízsnek számít ez a mérkőzés, és mekkora hírneve van, szóval mindenki nagyon komolyan vette, és tényleg ezért így is jöttünk ide Szegedre már tegnap. Bár ugye ez is csak 2 pontot ért, mégiscsak a Szeged győztétek le, idegenben mekkora lökést ad ez? Nagyon nagy, hiszen tényleg ez egy csapatnak nagyon jó az életében. Tavaly is tudtunk nyerni, de ugye tavaly otthon kezdtünk, itt kikaptunk, szóval most nagyon szeretnénk, ha idén mi nyernénk meg az alapszakaszt, és megkönnyítenénk saját dolgunkat, szóval ez abból a szempontból nagyon fontos volt a számunkra. Már nagyon feszített a tempó egy kicsit, azért meg lehet ünnepelni a Szeged legyőzését? Nem nagyon, hiszen tényleg jövő héten már Bajnokok Ligája mérkőzésén, meg nagyon sok játékos ugye fáradt is, hiszen múlt héten válogatott héten volt, utaztak, szóval most szerintem mindenki inkább arra fog koncentrálni, hogy a jövő heti mérkőzésre fölkészüljön.